Tavaly ősszel alakult meg az országosan már ismert 10 millió fa alapítvány térségi képviselete, de az elmúlt időszakban már számos faültetési akciót kezdeményeztek. Makó egy nagyon fás város, tehát tényleg tele van zöld felülettel, és a város igyekszik ezt fenntartani és gyarapítani a fával borított területeket a városon belül. Viszont a külterületek azok nagyon fahiányosak, tehát bárki akár az országúton haladva is szétnéz, és egy picit figyelmesen néz, láthatja, hogy őrületesen kevés fa van. A klímaváltozás elleni küzdelemről és a faültetések fontosságáról szóló szakmai előadásra Makóra érkezett a környezetvédelmi szervezet országos vezetője, Bojár Iván András is, aki szerint a közösségük megalakítása óta eltelt 4 évben is sokat romlott a klímahelyzet, ami még fontosabbá teszi a munkájukat. Ez az elsődleges, 10 millió fát, minden magyar ültessen el egy fát alapon. Ez a tervünk, de valójában ennél sokkal többet kell. Tehát, hogy nem csak a fáknak a száma számít, és az, hogy mennyi széndioxidot fognak tudni ezek a lombok megfogni, megkötni, és ezzel mennyivel javíthatják a klimatikai esélyeinket, hanem az is nagyon fontos, hogy a biodiverzitásra vigyázzunk. A fórumon Sípos József többek között arról is beszélt az érdeklődőknek, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem nagyon fontos része, a minél nagyobb zöld felület kialakítása. A legfontosabb az élőhely biztosítás. A széndioxid és az oxigén körforgalom, a víz körforgalom tekintetében. Másik nagyon fontos, a ketté bontom, hogy nem csak erdészeti fák vannak, hanem bizony gyümölcsfák is vannak, amelyek ugye táplálékot adnak az emberiség számára, ezért a gyümölcsösöknek a jelentősége is nagyon fontos. Fontos abból a szempontból is, hogy por és zajfogó szerepet is betöltenek ezek a fák. Az agrármérnök arra is rámutatott, hogy a környezetvédelemben az egységben, rendszerben gondolkodásra is nagy figyelmet kell fordítani, ezért a tájidegen növények ültetését kerülni kell. Őshonos fákként Sipos József példaként említette a tölgyfát, a hársfát és a nyárfát.